srácok, iszonyatosan izgulok, ugyanis 6 óra múlva indulunk Japánba a nagymamámmal. Délután 4-kor indul a gépünk, viszont én már összekészülődtem nagyjából, összeraktam a cuccaimat, egyre megyünk ki a reptérre, és 4-kor pedig indul a gépünk. Ha érdekel benneteket, hogy hogyan is jutunk el Japánba a nagymamámmal, akkor viszont nézzétek meg ezt a videót, ne felejtsetek el feliratkozni és lájkolni ezt a videót. Nagyjából összepakoltunk, igazából itt vannak a bőröndök. Ezen kívül a mama visz még egy hátizsákot, meg én is egy kisebb hátizsákot. Amit what the fuck, bro? Felvihetünk ugye a repülőre. Mamáé 23 kiló, talán az enyém az 18, úgyhogy nem tudom, mama mit pakolt. Na mindegy, kalandozottunk lesz, mama még elment pénzt váltani. Japán jent. Akarok enni, igen. Na srácok, sikerült feladni a bőröndöket. Most pedig megyünk a becsekkoláshoz, és én eszek valamit, mert egész nap 3 falat kiflitettem. Úgyhogy yes! De legalább már fel vannak adva a csomagok, szóval biztos, hogy megyünk jobbá. Tona mamita. Na srácok, minden hajcihő után sikerült bombastic side eye. Leülünk egy pillanatra. Úgyhogy már itt vagyunk a gépnél, onnan fog indulni a dubai repülőnk, az Emirates-szel fogunk utazni. Itt van velem mamita is. Körítsel. Jó vagy? Bombastic side. Minden srácok, úgyhogy Dubajból szerintem jelentkezem. Vagy ha nem is, a gép... Kedves most vége. Szóval a gépen még azért be fogom mutatni, hogy miket eszek. Finomságok lesznek. Meg annyit iszol, amit akarsz, ami... Ami te, hogy érzed magad? Nagyon jó érzem. Jó vagy? Szép vagyok, igen. Indulunk Dubajba! Igen. Hogy de jó nekünk. Repülhetünk. Srácok, megjött az első fogásunk mamitával. Ízlik, mama? Igen. Te mit kértél? Marha pörkölt a kedvére. És én szintén. Már csak 3,5 óra van vissza az Uber. Annyira mocskosan telezabáltuk magunkat a mamiba. Tele vagyunk. Megpróbáltam egy kicsit pihenni, de nem jött össze, csak lecsuktam a szememet. Mami olébe itt elaludtam. Dubajban most van, most lesz lassan este 10 óra. Sose érünk oda. Mindegy, hamarosan kaptunk amúgy popcornt. Szia mama! Hogy érzed magad? Most már álmos van. Álmos vagy? Igen. Akkor a japán gépen alszunk? Hát megpróbáljuk, gyorsan le kell foglalni az üres helyeket. Milyen üres helyeket? Hát biztos lesz ott is, nyugodj bele. Hát reméljük. Hát ilyen marva nagy gép megyünk. Biztos, hogy ott is lesz. Na srácok, most érkeztünk meg Dubajba, landoltunk, már itt vagyunk a repülőtéren, most le fogunk szállni, és majd jövök. Nem tudom, régen YouTube-oztam, már nem emlékszem, mit kell mondani. Yay, Dubai check! Na, jelenleg hajnalig 2 óra van Dubajban, 3-kor indul a gépünk, szóval most így lassacskán oda sétálunk a géphez, ami már teljesen alvó pozícióban rakta magát, szóval azért lotyogott hátul mögöttem. Szóval elindultunk a beszálló helyünkhöz, úgyhogy hamarosan indulunk. Aztán Oszakába pedig délután 17:30-ra érünk oda. Na, innen fog menni a gépünk. Szállunk be! Uhu. Na srácok, fenn vagyunk már a gépen, mamitával. Úgyhogy én szerintem felhúzom magamra a szemkendőmet, és alszok. Ráadásul képzeljétek el, de pont ablakhoz kaptunk megint csak, mert ugye Budapestről Dubaig szintén ablakhoz kaptunk, és most is ablakhoz kaptunk, úgyhogy most szeretett minket a repülő társaság. Na gyerekek, közben időt utaztunk, mert felkeltem.
landoltunk, cuki volt minden. Most még várhatunk pár órát, mire Akata ide ér, mert ő még dolgozik. Megérkeztünk Oszakába, gyerekek! Minden eddig simán ment, reméljük, hogy innentől kezdve is simán fog menni minden. Szóval megérkeztünk Japánba. Jelenleg izgulok, hogy meglegyen amúgy mind a kettőnknek a baggage-je. Látszok, a japán reptéren mamitával én vettem magamnak egy ilyen kis menüt. Igazából fingom sincs, hogy mi micsoda, csak lekaptam, ami maybe jól néz ki. Nem tudom, hogy miért vettem őt le, de ezt vettem. Na, már csak percek kérdése, és már most pont én, most szállok és jövök. Most írt a Kata, úgyhogy itt van a Kata, úgyhogy lassacskán megyünk is haza. Mit szólsz, itt a Kata? Hello! Na, most megyünk a vonathoz, és megyünk vissza Oszakába, ami másfél óra. Úgyhogy... Yes, de ezt nézzetek, milyen szép! De jó! Uvu! What are you doing? Lesz kinyomta. Jó, neki az 5000-es ilyen. Felszálltunk a vonatra, ez itt a vonat. Na srácok, megvolt az első hosszabb vonatutunk. Már csak 8 percnyi vonatút van vissza, meg egy 10 perces séta. És már haza is érünk. Gyönyörű szép. Oh my god! Just shut up and put my mouth! Valamire ráment. God damn it! I'm in Japan! Szóval valószínűleg a szervezetem meg az agyam még nem fogta fel amúgy, hogy lol, random automata. Hogy amúgy itt vagyok Japánban, és így... Oh my god! Oh my god! Betérünk az első kis üzletbe. Meghitt hangulat. És megyünk a cup noodles-okhoz. Ami itt van. Oh my god, Patrik! Ezt látod, hozok neked valamit. Srácok, választottam egy ilyet, és vannak itt ilyen finomságok, szóval valami édességet még biztosan beszerválok. Ez finom? Ja, de fejbe vág. Jó Istenem! Megyünk, nem veszünk egyet? Estére, hát ha kidülünk aludni. Ez itt, gyerekek, egy szentély. Egy japán szentély. Itt van a zen. Innen indult. De milyen halk? Na megérkeztünk Kata apartmanjába. Mondd a anyák napját, anya! Majd holnap iszunk arra is. Arra külön iszunk. Uff. Hát jó, ez japán. Ez nem erős ám. Nem erős. Ez félig víz vagy aló. Mi? Fingani? Hát azt hittem, hogy itt most az ilyeneket fog csinálni. Nem. Azt kóstold meg. Nem. Te engem az a hagyjál békén. Én most elköszönök. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Ez az, hogy végig szenvedtük ezt az egészet. És innentől kezdve jönnek a napi vlogok, ugyanis nagyon érdekes helyekre fogunk elmenni. El fogunk menni Narába, el fogunk menni a USJ-be, ami nektek lesz szerintem a legeslegizgibb, mert ott lesz a Hogwarts, azaz a Harry Potternek egy teljes, tehát mi van ott? Várjál! Ott lesz az abszolút, az egész suli, minden, úgyhogy ezt nagyon várom, és mellette ott lesz a Mario Kart is, úgyhogy mindent be fogok nektek mutatni, úgyhogy remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, és a következő videóban pedig találkozunk. Aloha srácok, puszi nektek!